Sziasztok! Ma Ninjago magazin! Mondom, most megszakítom a Dragon Rising készlet bemutatót. Hát mit látok? Legacy új magazin. Ugye mondtam múltkor, hogy kirakták megint a... vagy live-ban megemlítettem, hogy újra kiadták az én Nindroid Legacy-t, de belebotlottam ebbe tegnap. Úgyhogy ezt meg is vettem. Hát mondom, ez mekkora jó, mert ugye kit kapunk hozzá? Misté. Ugye ő volt az a lángszórós csaja, mi az? Kristallizedből, ami tehát kétszer, ha szerepelt a sorozatba, és adják figurába, tehát egy ritka figura jár most a magazinhoz, és ugye fémdobozzal. Ugye ennek kimondottan örültem, hogy egy ilyen figura jár hozzá. Hát ugye megkapjuk ugye Lloydot aranycucba. Ami valahogy nem passzol össze a kettő, mert ott nem, vagy várjál? De, volt a kristallizedben arany cuccban, csak arany uniformban jó formán. Sőt, hogy látom, van itt még kártya, meg egy limitált kártya. Én nem kiló takonnyal, mert a, nem tudják a izét fémdobozt odarakni. De ez most ez így nagyon jó lett. Akkor ki tudja, hogy még mit adnak majd közeljövőben, mert ugye a csontoknál is háromféle volt. Ez tök szuperul kinéz. Már nem tudom, hogy mire jók ezek a fémdobozok, mert most oké, hogy kirakod, max kiállítod valahova. Na! Nézzük meg először, hogy mit adnak a következőhöz általában, ha... Jé! Csontkirály és Zén! Hát ugye Csontkirály már volt külön magazinhoz, na mindegy. Na itt most vajon ez milyen poszter van, hogy mini poszter, vagy közepén van rendes poszter. Mert ugye a Legacy-ban nem nagyon szokott lenni poszter, de itt van. A felfedező klubja, Clutch Power, de rossz. Jaj, a Clutch Powers. De ez meg az Asphyráknál volt, nem mondom én. Na nézd meg, poszter másik fele. Asphyrás. Az igen. Na. Akkor. Megnézzük ezt, hogy jöjjön akkor a limitált kártya Kai. Hú, de jó csillog. Ezt ugye most este veszem fel. Így lámpa fénynél, meg vakuval. Ez nem érdekel. Na. Ó! Ráznagy úr! Erről a kis info morzsa, hogy hamarosan lesz egy videó a csatornán, egy teória elmélet Rázról. De még várok hozzá egy-két alanyt, akivel így legóba lesz elmutogatva, hogy mi lesz a teória. Ez mi ez? Discard two cards from your hand. Két kártyát vegyél ki a kezedből. De az meg ott Erin. Na azt mondja, integető Lloyd, hogy szia, bye bye. Ez valami több részesnek a darabja. Ja, hitvéven ül a Kai. Itt van egy ilyen Imperium őr. És egy Imperium karomtábornok. Na, egész jó kártyák voltak ebbe. De most ugye nekünk itt a lényeg. Azt hiszem ez le van ragasztva. Egyik. Mondom mind a két fele. Nem, csak az egyik fele volt. Jaj, csak ne legyél hiányos. Na. Hát igazából ez nagy tutoriál nem kell. Nyilván mindenkinek megvan a szerepe, hogy kinek hol a feje. Egy Lloyd. Arany Lloyd figura. És ugye kap hozzá egy arany katonát. És akkor jöhet ez a Misty. Nem is tudtam, hogy ennek Misty a neve. Ő csak egy arcú figura. Jé!
mondjuk ezzel a figurával az egyetlen egy gondom, hogy nem kapta meg a tartályokat a hátára. Ugyanis ugye ő nem tűz elemi erő, hanem ugye ilyen robbanó tartályokkal rohangált fel alá. De azt a számítva egész komoly ez a figura, de csak hogy így folyamatosan így lángokat nyomat. Lángok nélkül is egész menő. És ugye Lloyd. Na. Hát ennyi lett volna ez a magazin unboxing. Ha tetszett, dobj egy lájkot, ha nem tetted, iratkozz fel, és nézd meg a többi videót. Sziasztok!